Elindult az ellenzéki előválasztás a 12. kerületben. Hétfő reggeltől vasárnap estig lehet szavazni online és a helyi szavazópontokon. A szavazók Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Farkas Csaba, a Momentum, valamint a civil szervezetek által jelölt Visi Piroska között dönthetnek. Az előválasztás győztese a Fidesz jelöltjével, Fonti Krisztina alpolgármesterrel fog megmérkőzni, miután Pokorni Zoltán polgármester bejelentette visszavonulását. Hétfő reggel elstartolt az ellenzéki előválasztás a 12. kerületben. Egészen vasárnap estig lehet szavazni online és a helyi szavazópontokon. A szavazóhelyeket sátrak formájában alakították ki, amelyek több helyszínen vannak felállítva 8 és 19 óra között. Hétfőtől szerdáig a Szél Kálmán téren, a Hegyvidéki Önkormányzat előtt, valamint a Szép Kilátás cukrászdánál várják a választókat. Az előválasztás során preferenciális szavazást alkalmaznak, ami azt jelenti, hogy a szavazóknak sorrendbe kell állítaniuk a polgármesteri jelölteket. A 12. kerületi lakosok Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt, Farkas Csaba, a Momentum, valamint Visi Piroska, a Hegyvidék Jövőért Egyesület jelöltjére szavazhatnak. Kovács Gergely híradónknak elmondta, azért indul az előválasztáson, mert szerinte a jelenlegi városvezetés alatt a kerületben megállt az idő. Itt elég nagy része a pénznek, vagy hát egy elég jelentős összeg eltűnik azért minden évben szerintem, amiatt, hogy nincsen verseny, mondjuk a közbeszerzéseknél, vagy ingatlanadásoknál, tehát bőven lehetne 100 milliókat másra költeni, például arra, hogy közösségi tereket hozzunk létre, vagy hogy megcsináljuk az utakat. Farkas Csaba úgy véli, történelmi lehetőségük van arra, hogy 30 év után leváltsák a fideszes vezetést a kerületben. Mint mondta, tiszta kezű, felelős és zöld városvezetés szeretne. 30 év után nagyon úgy tűnik, a kutatások, felmérések is ezt mutatják, ami a közeli hetekben jelent meg az AWS Research felmérése, amely szerint nekem van a legnagyobb esélyem leváltani a jelenlegi Fidesz vezette önkormányzatot, és nagyon bízom benne, hogy egy jobb jövőért fogunk együtt dolgozni ebben az összefogásban a 12. kerületben. Itt lakom a 12. kerületben 10 éves korom óta, és nagyon-nagyon sok közösségnek tagja vagyok, és ezekben a közösségekben mi nagyon aktív szereplői voltunk, nem csak én, hanem a családom is, tehát nekem van egy elég komoly reputációm és bizonyítékom arra, hogy mi már tettünk ezért a közösségért. Eredetileg indult volna az előválasztáson az LMP jelöltje Kender Nai János is, aki azonban később úgy döntött, hogy inkább nem vesz részt ezen a megmérettetésen. Nem kívántam nevemet adni egy olyan megállapodáshoz, ami nem garantálja egyenlőre azt, hogy valóban a 12. kerületben egyenlőre ki fog állni a Fidesz jelöltjével szemben. Pokorni Zoltán 18 év után nem indul újra a polgármesteri székért a 12. kerületben, ezért az előválasztás győztese Fonti Krisztina a polgármesterrel, a Fidesz jelöltjével fog összecsapni június 9-én.